Köszöntök mindenkit. A mai esős napon megkérem szépen, hogy húgozzanak a karokat a résztvevőket, hogy a kezdésig, hogyha lehetőségük van, mellettünk a színpad mellett sorakoznának föl, hogy kezdjük el az ötödik fúvós találkozónkat. Még egyszer nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves résztvevőt. Felkérem György Ferenc karmester urat, hogy kezdjük a székely és magyar himnusszal. Thank you.
fogós találkozót. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai napon. Én is azt mondanám, mint ezelőtt két héttel az almási polgármester kollégám az almási fúvós találkozón, hogy ez olyan szép út ez a két himnusz, így fogalmazott a barátom, hogyha már többen semmit sem muzsikálnának, csak ez elég lett volna. De mivel, hogy itt vannak, biztosan mindenki még többet be fog mutatni. És látom, hogy a rossz idő ellenére is mindenki eljött, és amikor felpillantunk, megnézzük, hogyha együtt vagyunk, közös erővel, felhőt tudunk oszlatni el, mert csak ugyan elosztott a felhő. És azt tudjuk bizonyítani, hogy itt a Kárpát-medencében van még egy nemzet, amelyik élni akar, hagyományt akar őrizni. És én azt hiszem, hogy ha a felhők szárnyán, ha másképp, lehet, hogy ezek a hangok eljutnak Brüsszelig. Mert hál' Istennek van képviseletünk, aki elvigye oda. Én külön köszöntöm azokat a fiatalokat, akik ma vannak először itt a fúvós találkozón, és szépen beültözve hangszerrel a kézbe. Gratulálok gyerekek nektek! Azt bizonyítsátok, hogy van utánpótlás. És még kimerek jelenteni egy olyant, hogy egy pár új hangszerrel fog gyaraponni az oklandi fúvószenekarnak a hangszerei a jövő hét folyamán. Ez köszönet megyei tanácsnak, azért is van mellettem itt ez a banner, hogy azt mutassa, hogy igen, megyei tanács támogatásával jött össze ez a fúvós találkozó. Én kívánok mindenkinek egy kellemes napot, és kívánok jó szórakozást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Áradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt. Azt akarjuk, ne úgy járja végig útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken. Ezzel hívtuk mára nagy szeretettel, ezzel Kodály Zoltán idézetével, május 31-én mai napon az oklandi fúvószenekar szervezésében a polgármesteri hivatal támogatásával a Komité Egyesület pályázatával, amely sikeres volt a Hargita megye tanácsánál a fúvószene szárnyain 5. oklandi fúvós találkozó. Azon gondolkodtam, kicsit változtassunk. Vonjuk be gyerekeinket erre a kérésünkre. Köszönettel tartozom az óvónéninek, Krisztinának, a tanítónéninek, Evelinnek, tanítóbácsiknak és az elhelyező központ munkaközösségének, akik az eső, a hideg ellenére is nem sajnálták fáradtságukat, nem volt kötelező, de megtiszteltek, és a gyerekek itt lehetnek mellettem. És büszke vagyok mindig, és büszke is leszek rájuk, és azok a kedves szülők, akik nem sajnálják idejüket, nem sajnálták, tudom, hogy nagyon nehéz a székelyruhát kivasalni, de a fáradtságukat, ahogy szoktam mondani a fúvós találkozókon, hogy a kedves feleségek mindig a fúvósoknak kell az ingeket vasalják, sokszor haragszanak, de mégis mindig elengedik. Hát ugyanígy ezek a gyerekek, kedves gyerekek, megkérlek én szépen, hogyha jó Isten erőt, egészséget ad nekünk, az oklandi fúvószenekar jövőbe is meg szeretné velünk együtt szervezni a 6. találkozót, akkor is öltözzetek be székelyruhába. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, itt vagytok velünk, és holnap is itt lesztek velünk, mert holnap igazán a ti napotok lesz, a tietek lesz a színpad többé. Most pedig rend, köszönöm, ha még egyszer maradjatok, picit még öltözzetek fel, nehogy megfázzatok, és megkapjátok az ajándékaitokat, és adjátok át a kicsit nagyobbaknak, az új generációnak, az oklandi fúvószenekarnak a színpadot. Köszönöm szépen!
1976-ban pedig újra alakult. Néhai Szolga Gábor, idős Makkai Sándor és Fekete Csaba összegyűjtötte az idéseknél lévő hangszereket, és 15 tagú zenekart alapított. Az 1989-es forradalomig nagyon nehéz volt megjelenni a temetéseken, de becsülettel igyekeztek a rendszer akarat ellenére részt venni a temetéseken, és méltóképpen elbúcsúztatni az elveszített családtagokat. Most már 22 tagot számlál a zenekar, állandó fellépők a község ünnepein, a nemzeti ünnepeken, a torony alatt búcsúztatják az új évet, köszöntik az új évet. Május 1-én korán reggel az egyes házszámtól a falu végéig ébresztőt, nótákat fújnak a falu lakosainak tiszteletére. Ugyanakkor fellépnek a Nárcisz és Bágyi Fesztiválon, temetéseken, illetve a Bor és Nóta Turán Cserépfaluban, valamint Egerben és Jobbágyiban a testvértelepülési találkozókon. Karnagyuk György Ferenc. Műsorukban a Magyarok világhimnusza, a Losonci induló és népies feldolgozások szerepelnek. Fogadják nagy-nagy szeretettel az Oklandi Fúvózenekart. Thank you.
Nagyon szépen köszönöm a fellépésüket. Nagyon szépen köszönöm, hogy megszervezhettük, ha az idő nem is kedvez. De még egyszer nagyon boldog vagyok, hogy a fiatalok itt vannak közöttünk. És ígérem, hogy jövő héten nektek is új hangszer lesz a kezetekbe, Feri bácsi segítségével, megyei tanács támogatásával. Fogadjátok szeretettel kis emléklapunkat, kis ajándékunkat is, emléklapunkat. Elmondanám még, ha nem hallottak róla, hogy a Komité Egyesület Oklánt egy független, nem kormányzati, politikamentes, non-profit, társadalmi érdekeltségi, filantrópikus céllal létrehozott egyesület. Egy non-profit szervezet, amely a tevékenységi körökben megfelelően támogatja és elősegíti a kultúrát, a hagyományos kulturális értékeket, kulturális eseményeket szervez, elősegíti egy egészséges kulturális közeg fejlődését a kultúrához és művészetekhez való hozzáférését. Az egyesület támogatja az emberi értékeket, segíti a sors által kiszorított embereket. Ugyanakkor elősegíti és támogatja különféle sporttevékenységek és események szervezését. Megvalósításaink nyertes pályázataink a Kis- és Nagyhomorod menti első kórus találkozó, a Kárpát-medencébe élő tanulásban és értelmükben akadályozott magyar gyermekek és fiatalok mesemondó versenye és találkozója, Rika Kupa fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért, Európa polgárokért testvértelepülési találkozó, és sikeres pályázatunk a fiatal fúvósoknak hangszerek vásárlása a Hargita megye támogatásával. Én még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy együtt szervezhessük, és bízom abban, hogy jövőben is tudjuk folytatni. Következő fellépünk, Lövétel Község Fúvó Zenekara. Köszönöm szépen. Lövétén 1904-től létezik fúvó zenekar, amely kisebb megszakításokkal a mai napig működik. A régi zenekar az 1979-es, 80-as években újjászerveződik, majd 2004-ben ismét újjáalakult fiatal zenekedvelőkkel, amely összesen 32 tagot számlál. Műsorukban indulók, polka, keringő, népdal szerepel. Jelenlegi karmester Lázár Béla zenetanár. Fogadják szeretettel a lövétei fúvószenekart. Thank you.
Köszönöm szépen a Lövitei Fúvózenekarnak a fellépést. Fogadják szeretettel kis ajándékunkat és az emléklapot. Szeretettel várjuk majd jövőbe is a lövitelyeket. A következő bemutatkozó fellépők 3 évtizede alakultak újra. Bármikor képesek előállni, jókedvről, szomorúságról egyaránt hírt adnak, és 5 évente jubileum fúvós találkozót tart a zenekar. A zenekar ma már 2 órás koncertre való dalt ismer és mutat be falusfeleiknek, testvértelepüléseken, fesztiválokon és fúvós találkozókon. 350 közös zenélésen túl a régiekről, a jelenbéliekről Pálffy Tibor karmester vallja. Együtt zenélni egy zenekarban játszani, közösen betanulni egy új számot, bemutatni először a hallgatóságnak felemelő. A közös tanulás, az együtt elért sikerek, vagy a kudarcok idővel összekovácsolják a tagokat. Csak úgy lehet valaki tagja egy zenekarnak, ha szereti a zenét, a hangszert, kitartó, tud közösségi életet élni, és tiszteli, becsüli társait. Az 1983-84-es esztendő kedvező fordulatot hozott, és megnyílt a lehetőség a fúvózenekar életében. 30 éve önkéntes zenészek már, az is tiszteletre méltó, hogyha az egyén és a közösség nem csak magának zenél, hanem a hallgatóságot is a zene szépségének élményében részesíti. Hányan voltak tagjai rövidebb, hosszabb ideig, hány zenekari számot tanultak meg, mennyi időt fordítottak próbára, fellépésre, feláldozva a szabad idejüket, elhagyva a fontos munkákat, nem egyszerű kiszámítani. A rendszerváltozás után megújult daltárunk. Elkezdődtek a délutáni szereplések a kultúrházban, újévi koncerttel évente jelentkeznek, a homorodalmás ünnepeken ünnepek állandó fellépői, testvértelepüléseik Tókodon, Géberjében többször is felléptek, Kőrös szakálon egy alkalommal. Hetente rendszeresen odaadással próbálnak, hogy a hallgatóság, a közönség élményben részesülhessen, a zenekar viszont fejlődjön. Céljuk eljuttatni a zenét azokhoz is, akiknek nincs lehetőségük versenyterembe járni. Zenekarvezető Pálffy Tibor. Műsortervük. Juk-Juk induló Lehár Ferenctől. Rudi Seifert Shift, ahol a második, rész. Bakó István Sólyom Madár induló. Brussaus Herbert Tingen Walzer Bán László feldolgozásában, Fehérvári induló Müller Jánostól, Paul Anka Mivé Bán László feldolgozása, Lex Abel Flexix Dissilen. Fogadják szeretettel a homorodalmási fúvózenekart!
Homorodalmási fúvózenekarnak a fellépést, fogadják ajándékunkat szeretettel és emléklapunkat. Annyiszor elmondtam már, hogy a mai rendezvényünk ahhoz, hogy sikeres legyen és hangszervásárlásunk, Hargita megye tanácsa támogatta. De most igazán tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm körünkbe Borboly Csaba elnök urat, aki rendezvényünket meglátogatta. Én szeretném a mikrofonhoz szólítani az elnök urat, hogyha szólna hozzánk, illetve hogy köszönjük, hogy megtisztelt jelenlétével. Szép napot kívánok mindenkinek. Hát Isten értesse a fúvós zenekaroknak a tagjait. Itt az egész Homorod mentén, ahogy értesültem, szinte nagyjából mindenki itt van. Én hát ehhez a tevékenységhez szeretnék gratulálni, mert az örömet és a mosolyt hozzák önök az életünkbe a fúvózenekarok tagjai, miközben látjuk, hogy naponta azért sok gond van, sok probléma van, de azért, akkor meghallgatunk egy ilyen nótát, és így még énekelnek is a férfiak a zenélés közben, azért ez így szép volt hallani. Úgyhogy elnézést a késésért, de megértem, hogy most jöttem ide. Hallhattam az almásiaknak ezt a pár számát az utóbbi pár percben. Ugyanakkor hát a polgármester úrnak és csapatának, a szervezőknek is gratulálok, mert azért azt szokták mondani a hokiba is, ugye én Csíkban lakok, Csíkszeredában lakok, és azt szokták mondani, hogy hát ugye nálunk a hoki a nemzeti sport, és hogyha a hokisok egymással nem versenyezhetnek, akkor igazából előbb-utóbb gyenge lesz a teljesítmény, úgyhogy itt a polgármester úrnak és a csapatának azért gratulálok, hogy lehetőséget ad arra, hogy tényleg azért összepróbálják egymást, tehát az erejüket egymás tekintetében a fúvó zenekarok, és lássák ki mit, hogyan csinál, és azt gondolom, hogy erre is szükség van. Tudom, egy kicsit az idő nem nekünk szolgál, de Keresztúr térségéből jövök, mert reggel volt Keresztúron egy esemény után a Rugonfalán, most vagyok itt, még innen megyek két másik helyre. Azt mondták, hogy Keresztúr térségében nem volt még elég az eső, és ezért ott nem bánják, hogyha esik. Nem tudom, itt hogy vagyunk itt Homorod mentén. Azt mondja a polgármester, hogy ráfér. Úgyhogy az időjéssel haragudjunk, mert az is segít, azért segít, hogy a terményeink, az állatainknak, a legelők, a kaszálók, azok tudják ontani a bő terméseiket. És hát én azt gondolom, ez így szép ez a mai nap. Kicsit fel kell öltözni, és minden rendben van. És külön hát köszöntöm a székelyruhába öltözött lányokat, fiatalokat, mert az, hogy megtartsuk a hagyományainkat, az értékeinket, ahhoz szükség van arra, hogy hordjuk a népviseletünket, és ezért is gratulálok. Én azt kívánom önöknek, hogy ma is és holnap is hát nagyon szépen teljen a nap, nagyon ne essen belé csak egy kicsit, és hát nagyon sok szép gazdag élményt, sok kellemes pillanatot és jó egészséget kívánok mindenkinek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
engedjék meg, hogy köszönjem meg Borbély Csaba úrnak, Hargitamelye tanács elnökének, hogy a mai napi rendezvényökön részt vett. Már én mondtam volt egy alkalommal, hogy mondom elnök úr, nekem három falun van. Sokszor úgy van, hogy elég érök el egyik másik falunak a rendezvényre, mert három faluban, amikor sorbő. Kérdem elnök úr, hogy lehet elérni Hargitamegyének a 200, nem tudom hány falujában, de azt mondjam, próbálok eljutni. És én örökké bíztam abban, hogy csak ugyan, ha 10 percre is nagy tisztelettel megjelent. Köszönöm szépen, elnök úr! Karácsonyfalvi fúvószenekar. Fogadják szeretettel a karácsonyfalviakat. Karácsonyfalvi fúvószenekar 1884-ben. Budapesten megnyitották az operaházat, Homorod Karácsonyfalván pedig megalakult a helyi fúvószenekar, a Rezes Bánda, amely 130 éve megszakítások nélkül a mai napig működik. 1927-ig az alapító tagok működtették, kiöregedésük után újra szervezték. 15 taggal alakult Rezes Bánda szabályzatát a bándatagok mai napig betartják. A falut szolgálják és képviselik. Ma 13 taggal működik a legfiatalabb 17 éves, a rangidő Szabó Ferenc bácsi pedig 85 éves. Tagjai nem képzett zenészek, a mindennapi teendőkön túl, mikor mások már pihennek, ők próbálnak. Temetéseken gyászzenét szolgáltatnak, fennmaradt a május 1-i zenés ébresztő és találkozókra járnak. Régebben névnapokon is fújtak. A hangszerek nagy részét még 1884-ben vásárolták, a mindenkori Rezes Bánda tulajdonát képezik, és generációról generációra öröklődnek. A Ferenc Jóska korabeli hangszereket, a császári és királyi szabad hangszeripari termékeket többször kikalapálták, már a cseh és a Steinberg műhelyek veretes címereire rácsodálkozhatunk. A Frigyel pedig megjárta a hadakutyát. A nagy dobon valamikor őszbőr volt, mára többször cserélték. A kis dob pedig az almási fúvószenekar kölcsönhangszere. A Homorod Karácsonyfalvi Rezes Bánda érdekes és sajátos színfoltja a Homorod menti fúvószenekaroknak. Fogadják szeretettel és nagy tapsal a Homorod Karácsonyfalviakot. Thank you.
Székely-zsombori fúvózenekar 1929-től működik, kisebb megszakításokkal. Hangszereik nagy része az 1800-as évekből maradt fent. Több hangszeren olvasható a magyar királyi és császári hangszeripari felirat. Voltak kimaradások a zenekar életében, de már több mint 30 éve folyamatosan működik. Több ízben csatlakoztak új tagok, sikerült új hangszereket vásárolni és a régieket megjavítatni. Zenekaruknak 17 tagja van, a legfiatalabb általános iskolás. A zenekar fő feladata a temetési szolgálat, ezen kívül fellépnek a falünnepein, Nyírő József emlékünnepségen, Pünkösdin hajnali fúvás, karácsonyes tizenélés, fúvos találkozókon. A zenekar karmestere Vágás István, a zenekar vezetője ifjú Kunos Lajos. Fogadják szeretettel a Székely-zsombori fúvószenekar. Oh,
Köszönöm szépen a Székely Zsombori fúvószenekarnak a fellépést. Örvendek, hogy mi is a tavaly ott lehettünk Székely Zsomboron a fúvós találkozón, és remélem, hogy máskor is eljönnek. Fogadják szeretettel ajándékunkat és az emléklapunk. Köszönjük szépen! Mindenkinek köszöntem mindent, de ahhoz, hogy a mai napi rendezvény sikeres legyen, köszönettel tartozunk az Amigo Interpost támogatásáért, a polgármesteri hivatal támogatásáért részesülnek ők is egy-egy elismerő oklevélbe, Hargita megye tanácsának, köszönöm szépen munkatársaimnak, a komité egyesület tagjainak, a szülőknek, a vendégeknek, a nézőknek, azok, akik egész 2-3 óra alatt nem sajnálták fáradtságukat a hidegbe is, itt részt vettek. Ezen a vasárnap szeretettel várok mindenkit. Feri bácsi vezényelne, illetve nem tudom, zenével vagy dobszóra vonulnunk le a kultúrházba. Köszönöm szépen, és további kellemes délután kívánok, amit a kultúrházba fogunk együtt tölteni. Erőt, egészséget mindenkinek! Én is köszönöm szépen mindenkinek, aki a mai nap itt volt velünk, együtt tudtunk ünnepelni, együtt tudtunk örvendeni. Tudtunk örvendeni annak, hogy át tudtuk állítani az esőt, pedig a tavaly azt kértük, de az idén megkaptuk. Én köszönöm a szomszédasszonyoknak, Máriskó néni, ott a szomszédnénk, ahogy a kapuban vannak, akik örökét, lelkileg örökké velünk tartanak. Adja az Isten, hogy minden évben tudjanak itt lenni és velünk ünnepelni. Velünk örvendeni, és azt, hogy látom, hogy örömkönnyeket hullatnak. Adjon az Isten erőt, egészséget, és jó találkozás mindenkinek, mindörökké. Az akkor, Feri bácsi, megkérlek téged, hogy a fúvósok, amikor felsorakoztak, akkor szépen menetét le a kultúrotomba, és ott mindenkinek jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.